A vármegye aktuális vízügyi állapota volt a központi téma a szerdán délelőtt tartott vármegyei közgyűlés első órájának. Az ágazat ár- és belvízvédelmi helyzetéről, valamint az elmúlt időszakban történt fejlesztésekről Bodnár Gáspár, a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója tájékoztatta a képviselőket. Előadásából kiderült, bár idén a tavalyihoz mérhető aszály nincs, a csapadék szegény 2022-es nyár nyomán sok helyen még ma is rendkívül alacsony a felszín alatti talajvízszint. Erre kell főként megoldást találni a következő években, mondta el Sesták Oszkár, a vármegyei közgyűlés elnöke, hozzátéve, hogy jól halad a délnyírség vízpótlását megoldó beruházás előkészítése. Kettős a feladatuk, és az utóbbi években egyre inkább az aszály elhárítása a feladatuk, tehát megtöltötték azokat a csatornákat, belvízitározókat, amikbe egyáltalán vizet tudtak juttatni. Ez további feladatokat a következő évtizedekre a megyének, a vármegyének, Magyarországnak, hiszen az időjárás változás az kézzelfogható tapasztalat, sőt az időjárási szélsőségek elalakulása kézzelfogható tapasztalat, hiszen most is a csapadékok, örülünk neki, hogy sok van, de időnként pedig nagyon sok van. Tehát egy olyan vízelvezetési rendszert, víztározási, vízkormányzási rendszert kell kialakítanunk, amelynek a munkálatai elkezdődtek. Ez év végéig a rendelkezésünkre állnak a tervek, és remélhetőleg azután az évnek megfelelő módon tudunk reagálni aszályra, sok csapadékra. A vízügyi témakörben tett felszólalásában Adorján Béla, a Jobbik Momentum képviselője, a Szamoson Romániából érkező hulladék mennyiségéről beszélt. Úgy látja, a régió számára továbbra is hatalmas anyagi terhet jelent a folyók megtisztítása, annak ellenére is, hogy az Ukrajnában működő monitoring rendszerrel sikerült mérsékelni a problémát. Ez a monitoring rendszer, ez nem csupán a vízmennyiség érkezését, hanem az ide érkező szemét mennyiségének a megjelenését is időben tudja jelezni a feti vízügynek, amelyre tudnak időben reagálni. Ugyanez az együttműködés ugyanakkor számomra érthetetlen módon még mindig nincs meg Romániával. Jól lehet, hogy Románia területén is van egy monitoring rendszer, ami közvetett forrásból hozzáférhető a magyar hatóságok számára is, de ezt még egyszer mondom, csak önszorgalomból és közvetett forrásból elérhető. Közvetlen értesítést ez a rendszer nem küld a magyar hatóságoknak. Jól lehet, hogy több ezer köbméternyi szemét érkezik a Szamoson, és itt mindjárt kitérek arra is, hogy nagyon-nagyon nehezményezem ezt a fajta hozzáállását a román félnek, de az ukrán félnek is. Ugyanakkor megállapíthatjuk, hogy azt a temérdek elköltött több száz millió forintot, amit a szemét védekezésre fordít ma Magyarország és a feti vízig, azt komolyan fordíthatná vízügyi fejlesztésekre. A közgyűlésen a Tisza ETT humanitárius akciójáról Szabó Nécap Andrea, a társulás igazgatója tájékoztatta a közgyűlést. A szervezet az elmúlt közel másfél évben több mint 200 alkalommal járt Kárpátalján, és csak nem 900 tonnányi segélyszállítmányt juttatott el a bajba jutottakhoz. Nem erre alakult a Tisza ETT, tehát nem egy jótékonysági szervezet, viszont olyan csatornákat épített ki a működése során az elmúlt 5 évben, amit igénybe tudtunk venni a segélyezés kapcsán is, és valóban számtalan civil szervezet, önkéntes igazgatóasszony elmondásából látszott, fényképekből látszott, hogy ilyen sok szervezet 600 millió forint értékűre becsülhető az a segély adomány, amit az ő kezükön keresztül ment Kárpátaljára. Benne volt a megyei önkormányzati adomány is természetesen, magánszemélyek adományozása. Tehát ez az, hogy Magyarország, Magyarország népe, Magyarország kormánya, hiszen a külügyminisztérium tartja fenn gyakorlatilag a Tisza ETT-t, különbözőtos külügyminisztérium támogatással működik maga a szervezet is, nem támogatta volna, vagy nem szolidális Ukrajnával szemre szemezhet hazugság. Viszont a béke igénye az mindenképpen megvan, és ahogy megyünk előre a háborúban, úgy tűnik a nemzetközi közvélemény is másképp áll ez a háborúhoz, mint akár ezelőtt egy évvel. A vármegyei képviselők a topos forrásból Tiszavasváriban épülő ipari park költségnövekmény igényét is elfogadták. A szerdai volt a nyár utolsó rendes közgyűlése, a következőt a tervek szerint szeptember második felében hívja össze az önkormányzat.